Kedves barátaim, a helyzet az, hogy őszintén kell beszélni. Nehéz időszak előtt áll, nem csak Magyarország, hanem egész Európa, sőt az egész világ. És ezekben a sorsdöltő kérdésekben mi tagadás az Orbán kormány Magyarország két tűz között áll. Lőnek ránk Brüsszelből és Washingtonból, Washingtonban a Demokrata Pártnak az ideológiájából kifolyólag, Brüsszelben a liberális, szocialista, zöld és a brüsszeli bürokráciának a szempontjai alapján, és itt Magyarországon pedig az ő zsoldosaik, azok a balliberális oldalhoz tartozók, akik bizony anyagilag is az ő zsoldjukban vannak, és azt csinálják, amit külföldről mondanak nekik. Ezért miután két tűz között vagyunk, ezért fontos, hogy világosan beszéljünk, egyenesen beszéljünk, és őszintén meg kell mondani, hogy minden szavazatra szükségünk van ahhoz, hogy olyan erőt tudjunk felmutatni, hogy ezeket az értékeket és magyar nemzeti érdekeket meg tudjuk védeni. A programunk nagyon egyszerű. A legfontosabb kihívásokra kell választ adnunk. Ez három gondolatkörben fogalmazható meg. Nem akarunk migrációt, nem akarunk genderőrületet, és nem akarunk háborút. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes mellett Göncöné Kovács Éva a fidesz KDMP polgármester jelöltje Nyírbátorban, viszont konkrétumokról is beszélt. Nyírbátor, a bátoriak városa. A programunk központi hangsúlya az embereken van. Minden döntés, minden beruházás annyit ér, amennyi haszna van annak abból az itt élők legszélesebb rétegének. A Fidesz-KDNP polgármester jelöltje felvetette a kérdést, hogy valóban kiemelkedőnek számít-e a város fejlődése, amire olyan gyakran hivatkozik a jelenlegi városvezetés, vagy csupán annyit lehet megállapítani, hogy fejlődik, de nagyon sok még a tennivaló nyírbátorban. Ez utóbbit gondolja reálisnak Göncönné Kovács Éva, hiszen még mindig vannak burkolatlan utak, és változatlanul nincs megoldva a város csapadékvíz elvezető rendszeresen. Mi egy fejlődő, létszámában gyarapodó, térségi hírnevét visszaszerző várost építünk, melynek lakói erős lokális identitással rendelkező fiatalokat nevel, az idősek tudására, eredményeire alapozva. A polgármester jelölt komplex lakosság megtartó programot ígért, amiben a marad nyírbátori programban az ifjúságot marasztalja itthon, hiszen egy élető nyírbátort is ígért, ahol a közbiztonságot javíthatja a városgondnoki rendszer, a ténylegesen működő polgárőrség és a még több és működő kamerarendszer is. A városban valóban nagyon sok a munkahely, amelyet elsősorban a kormány érdemeként állított be, de még mindig vannak, akinek problémás az elhelyezkedés. Ezért együttműködésben a helyi képzési és átképzési intézményekkel átképzési programokat indítanának, és speciális kisvállalkozások támogatásával teremtenének munkahelyeket az így kiképzett munkaerőnek. Göncöné húzó ágazatnak gondolja a turizmust és az idegenforgalmat, és erre egy komplex programot is ígért. Az élető város programjához tartozóként sorolta a lakóparkok építését, lakótelkek felszabadítását, erdei futópályát, de itt emelte ki, hogy a helyi környezetvédelmi alapot is létrehoznának, és ebből helyi hatáskörben próbálják meg minimalizálni a szakhatásukat. Nyírbátor életében a bátori család valami többet jelent, jelenti az identitást. A ma itt élőkben is egy olyan mélyen gyökeredző tartást, a bátoriságot, ami a családdal eltöltött és megélt 335 évből táplálkozik. A történelmi múlt, a kulturális örökség és a lehetőségek ismételt összekapcsolásával újra országos, sőt nemzetközi fesztiválokat szerveznének a történelmi nyírbátorban, ahol az ő győzelme esetén szárnyalhatna a sárkány.